Szerényi Szabolcs, Tenger Apámnak ötven éves korában kezdtek fájni az izületei. Pálya ellenőr volt a vasútnál, nyíregyháza és téglás, vagy téglás és debrecen között járt a síneket, laza csavarok, korhadás után kutatva. Napi húsz kilométer gyalogolt, míg porcai és izületei sorba fel nem mondták a szolgálatot, mint egy agyonhasznált régi gép alkatrészei. Kopás, érelmesesedés, csontritkulás, a papíron halmozódó latin neveket az orvos is nehezen bírta észben tartani. Abban az évben nyaraltam először a tengernél. Már a sokadik koktélt rendeltem a napozó ágyhoz, és mégsem bírtam másra gondolni, csak a szüleimre, akik egész életükben egyszer lépték át az országhatárt, mikor a Gyapjú Szövőgyár vállalati kirándulás szervezett a Szovjetunióba. Azóta legfeljebb a szomszéd kisváros fürdőjéig jutottak, nyaranta egyszer, meg ünnepnapokon egy nyíregyházi kis vendéglőbe, ahol apám megszokásból is mindig aranyászokot ivott. Nekem nem kellett figyelnem az árakat az üzletekben. Anyám viszont papírfecnikkel járta a boltokat, hogy mi hol olcsóbb, s akár hetekig repetcipőt hordott tél közepén, hogy kihúzza a januári leértékelésig. Pénzt sosem fogadtak el tőlem, legfeljebb karácsonyi, születésnapi ajándékokkal sikerült kicselezni őket. Porszívó, gáztűzhely, egy-egy jobb téli kabát. Ott az égei tengerpartján ülve döntöttem el, hogy legközelebb egy görög nyaralásra fizetem be őket. Apámat közben rokkant nyugdíjba küldték. Hozzá volt szokva a munkához, hirtelen nem tudott mit kezdeni az idejével, szinte magába roskatt a letargikus első hetek után kertészkedni kezdett. Nemesítéssel kísérletezett, oltott metszett. Amikor bírt, elbiciklizett a városi könyvtárba, nyűjtte a botanikai szakkönyveket. De ez sem tartott soká. Porcai olyan ütemben koptak, hogy hamarosan fájdalmassá vált neki ez a két kilométeres kerékpározás is. Kerestem Pesten egy jó nevű ortopédust. Ugyanazt állapította meg, amit a többi orvos, hogy ez reumatoid valami. A porckopás megállíthatatlan, de legalább nem írt fel annyi gyógyszert, és alaposan elmagyarázta, hogyan lassítható a leépülés. Megfelelő táplálkozással és vízisportokkal. Diétás tanácsokat adott, hogy kollagénben gazdag halat, a kalcium miatt sok tejterméket kell ennie. Biztató történeteket mesélt, és felvidította apámat. Azt már csak nekem mondta el utólag telefonon, hogy ennek mindenképp tolószék lesz a vége. Apám eleinte óckodott a víztől, úszni sem tudott, de anyám ráparancsolt, hogy mennie kell. Mi lepődtük meg a legjobban, mennyire élvezi az órákat. Előbb vízitornára, később úszásra is járni kezdett. A mellúszást egész gyorsan megtanulta, végül már a gyors úszással is elboldogult. Anyám a műszakjától függően vitte is hozta a kis suzuki ő pedig mintha újjá született volna. Fél éven belül heti három alkalommal járt úszni, kétszer gyógytornázott a trénerrel, akit Évikének hívott, és akire anyám lassan kezdett féltékeny lenni. A vízi foglalkozások után néhány óráig csodás volt a közérzete, aztán lassacskán romlani kezdett. Izületei ismét bizseregtek, kiújult a fájdalma. Befészkelte magát a fotelbe, újságot olvasott, vagy tévét nézett utazási és sportlapokra fizetett elő, vizesportok közvetítéseit és óceánokról szóló természetfilmeket nézett. Anyámmal sokat beszéltem telefonon. Aggódva mesélte apám legújabb bolondériáit, hogy már szinte csak halat hajlandó enni, amit azelőtt ki nem állhatott. Anyám viszont továbbra sem bírta megenni, így hát szendvicseken élt, amitől hízni kezdett. Azt is mondta, hogy apám ujjai között egyre magasabbra húzódik a bőr, mintha alulméretezett gumikesztyűt hordana. Ezen csak mosolyogtam magamban, pár nap múlva hazatérve viszont láttam, hogy igazat beszélt. Egy vékony, szinte alig észrevehető, keskeny bőrleveny húzódott az ujjai között. Ő meg sem ütközött ezen, csak minket fogott el tőle viszolgás. Anyám könyörgött, hogy mutassa meg egy orvosnak, vagy hadd vágja be legalább ő körömollóval, mert az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy valami torszülött. Apám egy várándítással elintézte, hogy talán tényleg az torszülött. Aztán ott volt az a szag. Tenger, úszoda és halszag furcsa keveréke, mely azonnal megcsapott, amint betettem a lábamat a házba. Bármennyit is mosakodott, hiába járt tiszta ruhákban. A szag megmaradt, bár őt ez sem zavarta. Csak a testét fájlalta, a kezeit, derekát és a lábát, miközben a világért sem mondott volna le vizes hóbortyairól. Kellett valami, hogy kimozdítsa őket ezekből az egyre elkeserítőbbé váló hétköznapokból. tényként közöltem velük, hogy befizettem őket egy görögnyaralásra. Anyám szabadkozott, hogy fél a repüléstől, hogy nem beszélek idegen nyelven, hogy mi lesz a kertel, az állatokkal. Apám csak annyit kérdezett. Milyen arra felé a tenger? Bíztunk benne, hogy a sós víz, a meleg, talán jó hatással lesznek rá, s tovább odázható az elkerülhetetlen pillanat, amikor tolószékbe kerül. Mint egy kisgyerek úgy élvezte a nyaralást. Nem győzött lelkendezni anyám a telefonban, hogy szinte kicserélték. Úgy úszik a nagy hullámok között, mint valami ebihal. <laughs> Emlékszem, némi tétovázás után ezt a szót használta, ebihal. Boldog és felszabadult volt a hangja, ami ennek évek óta nem hallotta. Készült róluk két-három fotó, a szomszéd apartmanban lakó magyar párt kérték meg, hogy fényképezzék le őket, majd egy netkávézóból elküldték a fotókat. Ezek az utolsó közös képeim róluk. Anyám idegösszeomlást kapott. Egy hétig feküdt a Szaloniki kórházban. Azonnal kiutaztam hozzá, de napokba telt, mire sikerült beszélnem vele. Sírva mesélte: Apám hogy sétált be a viharos tengerbe, a hatalmas hullámok közé, ahol egyetlen ember sem fürdött már. Hogy hiába könyörgött neki, csak mosolygott és lépegetett tovább, mint egy felhúzható, bicegő robot majd nekivetette magát az első hullámnak, és a következő pillanatban eltűnt a szemei elől. Sokáig fel sem fogta, mi történt. Csak állt ott. majd segítségét kezdett kiabálni, míg köré nem gyűlt az összes sárkány eregető, étterem vendég, csecsebecsés, giroszos, fagylaltárus, végül egy vízimentő is előkerült valahonnan. Csak éppen tenni nem tudtak semmit. Mindenki a tajtékzó hullámokat nézte, meg anyámat, hogy a homok boroskodva zokkok. Ennek jövőre lesz 18 éve. Anyám két évvel utána halt meg. Eltemettem római katolikus szertartás szerint, ahogy szerette volna, pedig görög volt. Apám volt római. A sírkőre az ő nevét is odavésettem, ha bár a testét soha nem találták meg. Még néhány év és annyi idős leszek, mint ő volt akkor. Ma is gyakran jutnak eszembe a szüleim, és a váratlanul érkező utolsó nyár, amely elvette őket. Jobban hiányoznak, mint az elfonyadt barátságok, hosszabb, rövidebb időre az életembe férkőző nők, a meg nem született gyerekeim. Talán kevesebbet kesergek azon, hogy mit mulasztottam elmondani nekik. Visszavonultam az üzleti élettől. Vettem egy kis házat Halkidikin. Szerencsém is volt, tombolt a gazdasági válság, mélybe zuhantak a görög ingatlanárak. Kezdetben órákig csak a parton sétáltam, igyekeztem visszaemlékezni anyám szavaira, tette utalást a helyre, hogy a föveny mely szakaszán, melyik szikla mellett, étterem előtt történt, de semmi sem rém lett. Később szereztem egy kis bárkát, végigjártam a félsziget összes kikötőjét, halászfaluját. Beszéltem kikötő ellenőrökkel, átnéztem a városi fotógyűjteményeket, halpiaci jegyzőkönyveket az elmúlt két évtizedből. Rádöbbentem, hogy a part összes falujában él egy öreg halász, aki mindenről tud, ami a tengeren történt az elmúlt fél évszázadban. De ők sem emlékeztek olyasmire, amit én kerestem. Ha jó az idő, kihajózom. Várom a halakat, különösen a nagy és öreg nyúlós bőrűeket szeretem. Beszélek hozzájuk pár szót, aztán visszadobom őket. Néha az az érzésem, mintha egy egészen nagy példány csapna mellettem az uszonyával. De hiába hajolok ki, csupán a hullámokat látom. Az évtizedek turista rohoma után is ugyanúgy csillogó tengervizet, amely egészen kék errefelé. Csak napnyugta után válik feketévé. Szeretek úszni ember a langyos sötétben. Mosolygok magamon, hogy én is egyre erősebben vágyakozom a víz után. Olyankor kintöltöm az éjszakát a hajón. Hajnalban térek csak vissza a partra, és némi étel és egy deci füge pálinka után bedőlök az ágyba. Az egyetlen különös dolog, amit meg kell még említenem, mert ezt magam sem tudom mire vélni, hogy egyre gyakrabban találok a lepedő redői között apró emberbőr színű Hal pikkelyeket.